Munkácsi és felesége az asszony által már korábban megszokott nagyvilági életet éltek a házasság kezdetétől. Estéjeik az előkelő párizsi társaság kiemelkedő esetén voltak. 1892. május 21-én Cécile így írt szüleinek címzett levelében. Amint a Figaróban láthattátok, estéjem nagyon tündöklő volt. Nagyszerűen sikerült. Több mint 400-an vonultak fel a legjobb társaságból szalonjainkba. A hangverseny felséges volt Miskolcon termében. Méltóan fejeztünk be nagy világi szezonunkat nálunk, és viszonoztuk mindazok udvariasságát, akik minket udvariasságukkal elhalmoztak. Én pedig tovább forgolódom a társaságban. Thank you.